Az 56-os forradalom évfordulóján ünnepséggel emlékezett a város. Múlt szombaton adták át a megyei Prima elismeréseket. A nyári viharban megrongálódott ablakokat a következő napokban cserélik a vulkánfürdőn. Sportrovatunkban asztali tenisz, kosárlabda és foci eredményekről tudósítunk. Tartsanak velünk, nézőink! Jó napot kívánok! 61 éve már az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc meghatározó eseményeinek. A magyarok jeles nemzeti ünnepéről idén is méltón emlékezett meg Celdömölk városa. A világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végbe kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt? 1956. október 23-ának sorsfordító eseményeire emlékeznek országszerte. Celdömölkön is minden oktatási intézmény megtartotta saját ünnepélyes megemlékezését. A celdömölki városrész mellett Alsóságon is hagyománya van a nemzeti ünnepek méltó megtartásának. Az októberi forradalomról való megemlékezésre október 20-án került sor az Alsósági Tagintézményben, ahol a nyolcadikosok mutatták be múlt idéző színpadi összeállításukat a szabadságharc mártagjainak tiszteletére. A fiatalok műsorukban megemlékeztek az utcára vonuló százezres tömegről, a 20 éves forradalmárokról, akik készek voltak életüket áldozni szabadságukért, a zászlóból kivágott címerről, ami az idegen hatalom végét szimbolizálta Magyarországon, arról az elkeseredett elszántságról, amelyben a fiatal szabadságharcosok kézi fegyverekkel szálltak szembe az orosz tankokkal, a több ezer halottról és a több százezer kivándorlóról, akik a börtön vagy a halálbüntetés elől menekültek külföldre. A sági diákok műsorát forradalmi dalok és képsorok is színesítették, az előadás pedig szinte rendhagyó módon pozitív kicsengéssel zárult. Október 20-án délután a város is megtartotta ünnepélyes megemlékezését az 56-osok emlékművénél. Az esemény szónoka Fehér László polgármester volt, aki beszédében az egyéni és a kollektív emlékezés fontosságáról beszélt, melyel egykoron ősénk mutattak példát nekünk, és most a miénk a feladat, hogy példát mutassunk a fiatalabb generációknak. 1956. október 23-án Budapesten a szovjet megszállást és a diktatúrát tovább már nem tűrő több tízezres tömeg forradalmat, a szabadságharcot hirdetett. Szándékuk volt koalíciós alapon átalakítani a kormányt, helyreállítani a többpártrendszert, demokratikus választásokat kiírni. A forradalom vívmányainak konszolidálására azonban már nem volt mód. Az ország semlegességét kinyilvánító Nagy Imre kormány magára maradt, a szabadság küzdelmeiket elfojtották, megkezdődött a megtorlás. 1958. június 16-án kivégezték a forradalom miniszterelnökét, Nagy Imrét. A polgármester emlékbeszédét ünnepélyes előadás követte. A Solt és Lajos Színház tagjai, Nagy Gábor, Pesti Arnold és Szabó Angelika, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola növendéke, Kovács Kinga, versekkel, énekkel és szavalatokkal adtak forradalmi hangulatot a megemlékezésnek. Az esemény befejezéseként a résztvevő pártok, szervezetek és intézmények képviselői koszorúkkal rótták le kegyeletüket a szabadságharc mártírjai előtt. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék volna.
elmúlt hétvégén került sor a megyei prímadíjak átadására Szombathelyen, a Vörös Sándor Színházban. Szintén a rendezvény keretében adták át az év vállalkozója, az ifjúsági Prima és a Prima 2017-es közönségdíjas a címeket. Az eseményen ezúttal is volt kemenesaljai érdekeltség. Tizenhárom kategóriában díjazták Vas megye kiválóságait. A tavalyi évhez hasonlóan 10 kategóriában várta a jelöléseket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A kategória győztesek közül választotta ki a 3 prímadíjast a VOSZ Vas megyei elnöksége. Végül 3-an vehették át a prímadíjat. Erdélyi János, rendező, filmművészeti alkotásaiért, Dr. Bátor György, a Markusovszky Kórház szemészeti osztályának osztályvezető főorvosa, tudományos munkásságáért. Földesi János a népzene és a népművészet terén elért eredményeiért részesült az elismerésben. Idén harmadszor díjazták a fiatal generációt. A két jelölt közül az ifjúsági prímadíjat Fodor Máté, a Szolvév együttes énekese vehette át. A közönségdíjat Kis Zsolt, a Répce Laki Teke csapat edzője nyerte el. Az év megyei vállalkozója címet az év kereskedője kategóriában Juhász Tibor, míg az év minőség ellenőre kategóriában Karakó László érdemelte ki. Az év vállalkozója országos címet Sipos Gábor, a Sipos Autóház ügyvezetője, Simon Gábor, a Simon Belsőépítész Kft. Igazgatója, és Komonszky István, vállalkozó a Budapesti Gálán december elején vehetik majd át. Az eseményen a kemenesaljai származású Erdélyi János mellett kétszer dömölki kötődésű Prima jelölt is szerepelt, Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Német Gyula Csont és Fafaragot, Magyar Építészet és Építőművészet kategóriában pedig Porcsi Tamást építészmérnököt jelölték a nívós elismerésre. Október utolsó hetében zajlik a Celldömölki Vulkán gyógy- és élményfürdő tetőszerkezetének felújítása. A korlátozott medence használati lehetőség miatt ez idő alatt a vendégek kedvezményesen látogathatják a komplexumot. A fürdő további akcióiról Kis Lilla ügyvezető tájékoztatott. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az augusztusi viharok Celldömölk városát sem kímélték, az orkán erejű szél és a heves esőzés jelentős károkat okozott a Vulkán gyógy- és élményfürdő épületében is. A vihar megbontotta a mélyvizes medencét fedő tetőszerkezetet, valamint megrongálta a nyári szezonra felszerelt kültéri árnyékoló sátrat és a nyugágyakat is. A kárelhárítás szerencsére hamar megtörtént, így a fürdőnek nem kellett bezárnia a főszezonban. A komplexum tetőszerkezetének ideiglenes javítását augusztusban a celldömölki tűzoltók végezték, gyors és hatékony segítségüket a fürdővezetősége ezúton is köszöni. A teljes helyreállítás azonban ezidáig váratott magára. Most a tetőszerkezet felújítása mellett ráadásul az úszómedence teljes vízcseréjére is sor kerül. A nyári viharkárt szenvedett uszoda feletti tetőnek a Lexán ablak cseréje zajlik jelenleg. Ez egy összehangolt munka, október 19-én csütörtökön kezdődött, és várhatóan október 27-ig péntekig tart. Nagyon reméljük, hogy minél többen veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait ez idő alatt is, hiszen fürdőnapi akciós jeggyel lehet jönni a fürdőbe, nyugdíjasoknak 790 forint, gyerek-felnőtt diákjegy pedig 1190 forint. Zavartalanul lehet használni az úszómedence kivételével valamennyi medencét és az egész gyógyászatot. A fürdő által kínált gyógyászati kezelésekről most is érdemes tájékozódni, hiszen ahogy egész évben, jelenleg is vehetők igénybe különféle kedvezmények. Idén 6 gyógyászati akciót hirdettünk, ebből az utolsó november 11-től november 25-ig fog tartani. Szombatonként 9-től 1-ig lehet a reumatológus doktornőknél feliratni a kezeléseket. Érdemes igénybe venni ezt az utolsó akciót, hiszen 20-50% kedvezményig vehetők igénybe a gyógyászati kezeléseink. A Vulkánfürdő az állandó szolgáltatásokon túl természetesen össze is szervez tematikus szórakoztató programokat. Legközelebb erre november 11-én egy családi nap keretében kerül majd sor. A következő programunk az őszi családi nap, november 11-én. Egész nap színes programokkal várjuk a családokat és valamennyi korosztályt. Lesz buvárkodás, kézműves foglalkozás, csúszdaverseny és közkívánatra este 6-tól pedig szabélyest koncert. Érdemes a Facebook oldalunkon megosztani a szabélyest koncertnek a hírét, hiszen 4 darab belépőjegyet sorsolunk ki.
Mindemellett a vulkánfürdőn az őszi szezonban is folytatódik a hétfői és csütörtöki fürdőnapi akció, mely napokon a napi egy kedvezményes árakon vehető igénybe nyugdíjasoknak 790 forintért, gyermekeknek, diákoknak és felnőtteknek egységesen 1190 forintért. A tetőfelújítási munkák alatt, tehát október 19-e és 27-e között a fürdő medencéi minden nap fürdőnapi belépőjeggyel vehetők igénybe. Továbbra is szeretettel vár minden gyógyulni vágyót a Sárvári Természetgyógyász Orvoscentrum. Az Orvoscentrum a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési lehetőségeket kínálja vendégei számára. Mozgásszervi, izom és izületi panaszok esetén akutép kezelés és köpölyözés, bőrproblémákra lézerterápia, emésztőrendszeri és nőgyógyászati panaszokra biorezonancia diagnosztika és terápia. Továbbá allergének kioltása, homeopátiás orvosi tanácsadás, szerkeresés, moxaterápia, méregtelenítő kezelések és speciális hormontornál a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az egyéb kezelési területekről az Orvoscentrum honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatnak. Tankoljon jó minőséget, jó áron! Két veretlen csapat rangadóját rendezték pénteken az alsósági sportcsarnokban. Az Asztali Tenisz Extra Liga negyedik fordulójában a CVSS Vitesse Kijufa Hotels a BVSC-vel csapott össze. Véget ért a nyári szünet kosarasaink számára, ám ez az időszak sem tétlenkedéssel telt. A csapat a nyár folyamán folyamatosan edzésben volt, heti két alkalommal tréningezett és számtalan edzőmérkőzést játszott. A bajnoki szünet alatt különösebb változás nem történt a játékos keretben, csupán annyi, hogy az eddig csak edzőként tevékenykedő Szabó Bence felépült sérüléséből és kettős igazolással pályára is lép ebben a szezonban a Celdömök csapatában, illetve Vépről érkezett egy új igazolás a Kemenes aljára. A szakvezetés erre az évre a legjobb négybe kerülést tűzte ki célul, így hazai pályán nem is várhattunk mást, mint hogy legyőzi a CVS-e a Kőszeg gárdáját. Az első negyedet ennek megfelelően remekül kezdte a házigazda, egyik kosarat szórta a másik után. Hamar megnyugtatóvá vált az előny, és ez talán kicsit el is altatta a mieinket, így a játékrész végére 18-15-re felzárkóztak a vendégek. A második 10 percben már nem adta meg a lehetőséget a további közeledésre a Celdömök, jó védekezéssel és magabiztos támadás befejezésekkel hamar 10-15 pontos előnyre tett szert. Az első fél idő után 37-23-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző, joggal reméltük tehát, hogy ezen az estén már nem kell sokat izgulnunk. A harmadik negyed is celi fölénnyel telt, Szabó Bence és Somogyi Ákos is két tripláig jutott. Az utolsó felvonásra már nem maradt más kérdés, csak az, hogy milyen arányú győzelmet aratnak a sárgamezes házigazdák. A találkozó végére kicsit kiengedett a cél, így fordulhatott elő az, hogy ezt a játékrészt 14-12-re a kőszegiek nyerték. Ez azonban nem okozhatott nekik felhőtlen boldogságot, hisz a találkozót végül 71-52-re a CVS-e nyerte, remekül indítva az idei pontvadászatot. A miénk legeredményesebb játékosa Orbán Tibor volt, ő 16 pontig jutott ezen az estén, Szabó Bence és Rozmán Kristóf 12-12 egységet szerzett. Múlt pénteken hazai pályán kezdte meg szereplését az idei bajnokságban a CVS-e kosárlabda csapata. A nyitófordulóban a Kőszeg együttese látogatott a CVS-e Svitelszki arénába. Mindkét csapat két győzelemmel várta ezt a fordulót, és az előzetes esélylatolgatások alapján is nehéz lett volna megtippelni, ki gyűjti be ezen az estén a három pontot. A meccselei páros már előre vetítette, hogy minden egyes poénért nagyon meg kell majd küzdeniük a játékosoknak, hisz változatos, szoros összecsapást láthattunk. A celiek Fazekas Kriston összetételű kettőse végül 3-2-re le tudta győzni, a fővárosiak Molnár Jakab alkotta duóját, előnyhöz juttatva ezzel a hazaiakat. Az első egyéni kör nem indult túl biztatóan, hisz Szita Márton nagyon simán kikapott 3-0-ra, a mindössze 15 éves Botolivértől.
A folytatás is hasonlóan sikerült, hisz Jakab János ellen Kriston Dániel is nyert szett nélkül maradt. Az egyetlen szeli sikert Fazekas Péter aratta ebben a körben, aki bizonytalan kezdés után összeszedte magát, és 3-1-re legyőzte Molnár Krisztiánt. A második fordulónak 2-2-vel vágtak neki a felek, a győzelmi arány azonban ezúttal sem változott. Szita most Jakabtól szenvedett vereséget, igaz, jóval szorosabb meccsen, Kriston pedig Molnárral nem bírt. Fazekas nagyon megizzadt Botolivérrel szemben, de végül 3-2-re legyőzte az ifjú tehetséget. Az utolsó kör egyetlen szeli győzelmét az addig gyengékedő Szita aratta, 3-2-re verte Molnárt. Kristonnak ezúttal sem termett babér, Bot neki is nagy falatnak bizonyult, míg Fazekas Jakab nullázta le. Hazai pályán 6-4-re kapott ki a CVS Svitelszki Jufa Hotels csapata, így már nem veretlenül várta a másnapi győri elektromos elleni folytatást. Az újonc ellen is döcögősen indult a játék, de a folytatásra összeszedte magát Klampá Tibor együttese, és a papírformának megfelelő 7-0-ás győzelmet aratott. 3 nappal később már a klubcsapatok szuperligájában álltak volna asztalhoz a celiek, ám a tavalyi győztes Horváth Varasd nem érkezett meg az alsósági sportcsarnokba, így a találkozót egy későbbi időpontban pótolják. A Király Esze elleni 5 gólos győzelem után az újonc Vas Széchenyi otthonába látogatott a CVS-e labdarúgó csapata. Ezen a találkozón a papírforma a miénk sikerét ígérte. Egy jó formában lévő Celdömölt érkezett ebben a fordulóban Vas Széchenybe. Ennek ellenére könnyű meccsre alig a számíthatott Kovács Balázs együttese, hisz a házigazdák ezen a pályán megizzasztották már a Jánosházát és a Sárvát is, 2 eddigi győzelmüket pedig egyaránt vendégként aratták. A mérkőzés első perceiben azért kissé megnyugodhattunk, hisz a jól megszokott forgatókönyv szerint hamar fölénybe került a CVS-e. A házigazdák térfelén folyt a játék, sok zavart nem okoztak a vasszécsenyiek a celi oldalon. Az első 20 percben sikerült megőriznie hálója érintetlenségét Farkas Balázsnak, de a 23. percben már maga mögé kellett nyúlnia a hazai hálóőrnek. Németh József góljával megszerezte a vezetést a celi csapat, és a második találatra sem kellett sokat várni, 4 perccel később ugyanis Piri Balázs duplázta meg a vendég gólok számát. A hazaiak ekkor már érezhették, hogy ezen a napon nem terem nekik babér, de ha valakiben még élt is némi szikrája a reménynek, az Piri Balázs oltotta ki a 34. percben, ekkor szerezte ugyanis a vendégek 20-asa a 3. celi találatot. A házigazdák megpróbáltatásai azonban még ekkor sem értek véget, hisz 2 perccel a szünetet jelző sípszó felhangzása előtt Molnár Tamás is a gólvonalon túlra juttatta a játékszert, 0-4-re módosítva a találkozó állását. A fordulás után sem változott nagyot a játékképe, továbbra is érezhető volt a két fél közti tudáskülönbség, viszont a megnyugtató előny már kissé kényelmesebbé tette a Celdömölköt. Már-már úgy tűnt, hogy a második játékrész gól nélkül ér véget, amikor 11-eshez jutott a vendégcsapat, melyet Németh József értékesített, beállítva ezzel a 0-5-ös végeredményt. A vártnál jóval könnyebben, megérdemelt győzelmet aratott a Celdömölk, és őrzi második helyét a tabellán. Kedves nézőink! A híradó után az október 23-ai városi ünnepségről készült felvételünket láthatják. Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket! Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. Viszontlátásra!